Most azt kaptuk, hogy írhassuk ki n faktoriálisát. Faktoriális az azt jelenti, hogy ha 5 faktoriálist írunk, az egyenlő, mint 1-szer, 2-szer, 3-szor, 4-szer, 5. Hopp. 5. Tehát ezeket kell kiíratni. Ez egy for ciklussal fog nekünk megvalósulni. A címe a programnak az lesz, hogy fakt. Változók terén összesen 3 változó lesz nekünk. Lesz egy i, ez a for ciklus miatt lesz, tehát var i. Lesz egy n, ez lesz a bekiért szám faktorása, ezek integer típusúak lesznek. És ha netán nagy számot adok meg, a szorzat miatt a szorzatomnak longint, tehát egy ilyen változót kell adni, ki tudja, ki mekkora számot akar beírni. Képernyőtörlés után bekérjük az n-et, tehát write n, tehát add meg, vagy a kérem, az n-et. N helyett számot is lehet adni, és readln-nel bekéretem szépen, méghozzá itt az n szám lesz az, amit bekérünk. Ezután a for ciklussal az i változónk egészen 1-től fog menni addig az n számig. Ugye itt is lehet látni, hogy 1-től egészen a bekért számig kell mennie, és hogy mit csináljon? Azt csinálja, hogy szorozza össze, tehát legyen a szorzatunk, amit itt megadtunk, az legyen egyenlő önmagával, szorzat, szor, az i érték. Ugye ez az i érték, tehát hogyha a for ciklus először felveszi az i-t, akkor a szorzatot megszorozza i-vel, az az egyel, utána ide jön, felveszi a kettőt, majd megszorozza már ezt a módosított értéket kettővel, majd visszaugrik, és így tovább. Viszont ehhez a szorzat először még nincs megadva, hogy mi legyen. A szorzatom az kezdetben 0 lesz, 0-os, tehát 0-szor 1 az 0, utána 0-szor 2 0, tehát 0 lenne a végeredményem. Ezért itt a for ciklus előtt a szorzat változónak adni kell egy értéket, szorzásnál 1-et. Most már 1-szer 1 az 1, utána ha visszajönk ide, felveszi az i a 2-t, tehát 1-szer 2 az 2, tovább jön ide, felveszi az i a 3-at, ezért 2-szer 3 az 6, és tovább. Ha ez készen van, akkor ezt már csak ki kell iratni, a write ellen parancssal kiiratjuk azt, hogy hát az szóközvesző n, tehát ide írom az n-et, vesző, utána és faktoriális. Egyenlő, mint szóköz, vesző, és ide beírjuk a szorzatot. Tehát az n faktoriális, vagy faktoriálisa, úgy is lehet írni, az egyenlő ezzel. File save asszal elmentve, ezt 15-ösnek mentem el, és utána a run-nal indítva, azt kapom, hogyha beírom például az 5-öt, akkor a faktoriálisa az 120. Jó. Ezután már csak annyi a feladatunk, hogy átnézzük még egyszer ezt a kódot, és megértsük jobban.